Smog is füstölti be az eget Szibéria felett. A nyugati részen található Hanti-Manysi autonóm régióban a tűz pusztította terület megháromszorozódott, 3100 hektárról majdnem 14000 hektárra. 14000 tűzoltó és önkéntes küzd a lángokkal csak ebben a régióban, ahol egyszerre 25 helyen ég az erdő és a bozót. Szükségállapotot hirdettek három régióban is. Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök csütörtökön arra utasította a kormányt, hogy több mint 32 millió eurót fordítson a tüzek megfékezésére. Az extrém szibériai hőhullámot az ember okozta globális felmelegedés váltotta ki, áll egy frissen megjelent nemzetközi tanulmányban, mely rámutatott, hogy olyan rekord, mint a mostani, amikor júniusban 38 fokot mértek az északi sarkörön túl, a globális felmelegedés nélkül 80 000 évente csak egyszer fordulhatna elő.